35 éve van jelen a Somogyi megyeszékhelyen az aikido. Ennek a harcművészeti fajtának a prominens személyiségei tisztelték meg azt az edzőtábort, amit ebből az alkalomból rendezett a Kaposvári Klub. Szerintem elég méltóképpen tudjuk prezentálni majd a hazai aikido közösséget, legalábbis ebben a szövetségben. A több szövetség van, ugye ez egy természetes dolog, amilyen közvetlen a világszervezet, az Aikikai, a tokiói Honbu Dojo alá tartozó szervezet, elismert szervezet, önálló vizsgáztatási joggal most már. A megnyitón Dér Tamás alpolgármester is köszöntötte a résztvevőket. Aki ezt a sportot választja, az egy életmódot választ. A sportág magyarországi elterjedésében döntő szerepe volt a négy danos mesternek, Bodnár Gyulának, aki most már a szövetség elnökeként érkezett városunkba. Éppen egy ismerős arccal fedeztük fel egymást, Kondi Gyula barátom. Hát 1980-ban járt abba az edzőterembe, ahol én már vettem a bátorságot, hogy azt mertem mondani, hogy aikidót tanítok, és akkor akit ez érdekel, jöjjenek. Hát ez így indult el, nehéz volt, könyvből, brossúrákból próbáltuk fölfedezni. A kaposvári alapító mindössze 3 évet töltött hivatásos katonaként a városban, de ez elég volt ahhoz, hogy meghonosítsa ezt a népszerű harcművészeti formát. Olyan nagyszerű emberek voltak már akkor is itt a klubban, hogy egyszerűen a szívem majdnem megszakadt, hogy most itt meg ez a barátsággá kialakult ilyen klubtársak. Ezt tovább kell vinni. És nagy szerencsémre ezek az emberek olyan közösséget kovácsoltak már utánam is, hogy tovább vitték. Az Aikido klubnak manapság már csak nem 30 tagja van. Most már 92 óta vagyok a klubnak a vezetője, és a 35 év alatt nagyon-nagyon sok emberrel megismerkedtem, illetve hát az egyesületeknek a tagjai voltak. Ma már a létszámunk, az összes taglétszámunk olyan 30 fő. A szombati nap programjában két neves, sokdanos edző gyakorlása is helyet kapott, melyet érdeklődve figyeltek a résztvevők.